megtartották a hagyományos téli vízszint egyeztető tárgyalását a kiskörei szakaszmérnökségen. Az eseményen Lovas Attila igazgató köszöntője után Fejes Lőrinc szakaszmérnök számolt be az elmúlt időszak üzemelési tapasztalatairól, illetve a Tisza tavat érintő fejlesztésekről. Mint elhangzott, a téli üzemrend során is figyelembe kell venni, hogy a tározó hasznosítása több téren is meghatározó, melyet a vízminőség és az üzemvízszint egyaránt befolyásol. Az üzemelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően Lovas Attila javaslatot tett a téli vízszintekre, valamint azok beállításának ütemezésére. A jelenlévők észrevétel nélkül egyhangúan elfogadták a téli üzemrendet. Ennek megfelelően a Tiszató téli vízszintjének beállítása várhatóan két ütemben megtörténik. Az első ütem október végén, november elején kezdődik, amelynek során egy alacsonyabb vízállást, Kisköre felső vízmércén mért 580 cm-es vízszintet érjük el. A közel egy hétig tartó vízszintet ezt követően a második ütemben visszaemeljük a Kisköre felső vízmércén mért 620 cm-es vízállásig, amelyet tervezetten december elején, közepén érhetünk el. A vízszintek beállításánál figyelembe vesszük a vízhőmérsékletet, illetve az érkező vízhozamokat, amelyek a tervezett vízkormányzást befolyásolhatják. A téli időszakban a Köti Vízig regionális laboratóriuma és a Tiszatavi Sporthorgász Nonprofit Közhasznú Kft. Közös halmonitoringozást végez az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A tárgyalás végén Huba Imre, a Jászhony-Kunszolnok megyei közgyűlés elnöke köszönte meg az együttműködést és együtt gondolkodást a Köti Víziknek. Reményét fejezte ki, hogy a továbbiakban is megmarad a jó és összehangolt munka, melynek eredménye a térség fejlődéséhez és gyarapodásához vezet.